Idén harmadik alkalommal rendezik meg Szentlőrincen a mezőgépnapokat. A program ötlete még a koronavírus idején fogalmazódott meg a Baranya megyei Vállalkozói Központ Alapítvány vezetőségénél, hiszen abban az időben a szokásos gazdanapokat nem tudták megszervezni. Így most ez a kétnapos esemény az agrárszektorban tevékenykedőknek szól. A mai napon 26 gépkiállító várja az érdeklődő gazdákat, hogy megmutathassák nekik azokat a technikai és technológiai újdonságokat, újításokat, amelyekre érdemes majd felfigyelni, hogy melyek azok a megoldások, amelyek érdekében az eredményesebb gazdálkodást el lehet érni, hogyha ezeket beépítjük az agrotechnikai folyamatokba. A rendezvény célja, hogy a mezőgazdászok egy közös platformon találkozhassanak, ahol megoszthatják egymással tapasztalataikat. Különösen is fontos ez ebben az évben, hiszen számos problémával küzd az ágazat, emelte ki az Agrárgazdasági Kamara baranyai elnöke. Ritlinger József stábunknak elmondta, hogy a kormány létrehozott egy asszálybizottságot, de a kamarának is van feladata bőven. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara inkább a pályázatokra, a kifizetésekre, a támogatásokra, sokkal a hitelekre van nekik ráhatás, hogy minél előbb, minél gyorsabban fizesse ki a kormány úgymond a támogatásokat, ne legyen a hosszú átfutási idő, ne legyen az az 5-6 hónap, hanem inkább rövidebb, ugyanúgy, mint a biztosítókat fölkértük arra, hogy két hét alatt a megítélt aszálykárokat fizessék ki. A mezőgépnapokon egyébként szakmai előadások és látványos gyakorlati bemutatók is várják az érdeklődőket. Augusztus 10-én és 11-én is nyitva állnak a kapuk az ingyenes szentlőrinci rendezvényen.